Ilyenkor nyáron, amikor a szülők dolgoznak, nincs attól nagyobb megnyugvás, mikor jó helyen tudják a gyerekeket. Épp ezért jók ezek a különféle nyári táborok, ami itt az EKIK szervezésében, a különböző egységekben vannak. Ezt fogja most elmondani Kócsár László, a Jutka intézményvezető. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, már 5 éve, hogy az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezésében különböző tematikus táborok valósulnak meg. Ebben az évben is 5 turnus indult, és ezeknek a turnusoknak ugye jellegzetessége az, hogy egy-egy intézményegységhez kötődik a tematikája, így általában az első 2 turnus ugye a könyvtárban valósul meg, 1 a találkozások házában, illetve 2 a múzeumi dolgozók irányításával, részvételével pedig az ifjúsági táborban, hiszen a Calvin út épület, illetve az Ady Endre út épület nem ad úgy lehetőséget, hogy ott egyszerre 30 gyereknek a táborosztatását meg tudjuk oldani. Összesennyébe számoltatok már, hogy körülbelül hány gyerek az, akinek programot tudtok biztosítani itt a nyáron? Hát általában ugye ilyen 20-22-24 fővel működnek ezek a turnusok, tehát amikor ugye a jelentkezés történik, 25 főnél húzzuk meg a határt, tehát házzal indulunk, de természetesen ugye menet közben 1-2 fő betegség miatt ugye lemorzsolódik, tehát úgy, ahogy számolunk, tehát egy 110-120 főnek a nyár táborosztatásával hozzájárulunk ugye a szülőknek a szünidő hasznos eltöltéséhez, hiszen tudjuk azt, hogy főleg általános iskoláskorú gyerekeket már nehéz lekötni, egyedül még nem szívesen hagyják otthon a szülők a gyerekeket, és itt mi ugye ez alatt az 1 hét alatt különböző változatos témájú programokat kínálunk nekik. Igen, mert mi is jövünk, megyünk, látjuk, tehát itt nem gyermekmegőrzésről van szó, hanem aktív programokat tudtok számukra. Egyet-kettőt, ha elmondani, hogy mégis mi az, amivel eltöltik itt a gyerekek az időt, nem beszélve a napi 3-szor étkezésről? Egyszer étkezés van, amit ugye a fő étkezés, de mellett ugye 10 óraira, uzsonnára. Tehát akkor 3. Mi is készítünk nekik kis apróságokat, édességeket. Tehát ugye a jelentkezőknek az összetételétől is függ az, hogy hogyan építjük fel ugye ezeknek a táboroknak a programját, tematikáját. Tehát ugye már túl vagyunk 2 turnuson, ebben a 2 turnusban zömében kisfiúk voltak, tehát itt a délelőtt folyamán ugye a sport játszott főszerepet, itt a műfűves focipályára vitték a kollégák le a fiúkat, és azok, akik nem szerettek volna a foci mérkőzésekbe bekapcsolódni, nekik a könyvtárban kézműves foglalkozásokat tartottak a kollégák, és tehát a kézműveskedés az minden táborban ugye szerepel a napi programban, illetve hogyha a könyvtárban valósulnak meg ezek a foglalkozások, akkor itt megismerkednek az okos eszközökkel, a VR-ral, a PS4, illetve az informatika adta lehetőségeknek a minél jobb kihasználásával, de ugye kézműveskedünk is, hát így ebben az évben volt például gyertyaöntés, sütöttünk mézes kalácsot, és azt díszítettük, volt könyvszobrászat, papírszínházi előadás, tehát minden, ami ugye a könyvtárnak a profiljába vág. Aztán ezen a héten zajlik az úgynevezett élménytábor. Itt már ugye változatosabbak a programok, hát például a mai nap folyamán ugye éppen az aratásnak a részesei a gyerekek. Beülhetnek kombányba? Beülhetnek a kombányba, de természetesen itt is a kézműveskedés, a játék, a sport, a Kondi Parkba történő kilátogatás, főleg ugye a délelőtti órákban szerepet játszik. Hát például tegnap papírsárkányt készítettek, de minden turnusban van úgynevezett diszkónk, hiszen a gyerekek nagyon szeretik, ugye a zenét szeretnek táncolni, és évről évre visszatérő gyerek DJ-nk is van, Losonci Attika, aki ugye maga biztosan pörgeti a lemezeket, illetve gondoskodik a hangulatról. Volt kitől tanulni, így van, tehát kirándulás szerepel a programban, például múlt héten a Nyíregyházi Állatparkban voltunk, ezen a héten pedig a kollégák a Global System Kft.
Kft.-nek a műhelyében tesznek majd egy látogatást, és ott egy robotika bemutató részesei. Ez nagyon érdekes, hogy fogják élvezni. A gyerekek, tehát ugye próbálunk minél színesebb, minél változatosabb programokat összeállítani, tehát úgy gondolom, hogy a szülők nyugodtak lehetnek, hiszen a gyerekek itt nem unatkoznak az alatt a 8 óra alatt, amit itt tartanak, vagy itt tartózkodnak velünk. Aztán az ifjúsági táborban megvalósuló programok esetében, tehát ott megint újabb lehetőségeket kínál az ifjúsági tábor, ott ugye a múzeumos kollégák tartják a foglalkozásokat, tehát ott, ami kiemelkedő, ugye a népi mesterségekkel történő megismerkedés, népi ételeket készítenek, erre jó célt szolgál, hogy abban a, vagy azokon a napokon fellátogatnak a múzeumba, és ott a Kemence környékén ugye elkészítik a népi jeledeleket, ott is minden egyes turnusban kirándulás szerepel, ebben az évben Tiszadobra fognak ellátogatni, ott Dohos Lacinak a kézműves kovács műhelyében. Ez nem a méhész. Nem, tehát ő a díszmű kovács, tehát ott egy bemutató részesei lehetnek, illetve a Dobit portán is tesznek majd egy látogatást, tehát úgy gondoljuk, hogy ezek a programok mind-mind olyanok, amik vonzóak a gyerekek számára. Vannak ismerősök Budapesten, Debrecenben, tehát nagyvárosokban, nyilván szóba került a nyári tábor, és mikor meghallottam, hogy ott milyen összegek röpködnek, csak kapkodtam a fejem. Hát én úgy gondolom, hogy itt, aki ide a gyerekét ebbe a táborba bármik béretje be, az ennek töredéke lehet. Igen, tehát a részvételi díjat próbáljuk úgy kialakítani, hogy ugye túl nagy anyagi terhet ne jelentsen a családok számára, és ugye ezt az érdeklődés is tükrözi, megmutatja, hiszen vannak olyan turnusok, amelyek már február-márciusban megtelnek, tehát már nagyon hirdetni sem kell ezeket a tábori időpontokat. Milyen a visszajelzés a gyerekek részéről? Hát nagyon jól érzik magukat, és hát tavaly is, meg az idén is már úgy mentek haza, hogy már a következő évi turnusra szeretnének jelentkezni, tehát bízunk benne, hogy jövőre is legalább ez az 5 turnus indulhat, hiszen úgy látjuk, hogy a szülőknek ez nagyon nagy segítség. És ez hétfő reggel 8-tól péntek délután 5-ig vagy 4-ig? Igen, tehát már 7:30-tól ugye a szülők, akik dolgoznak, ugye tudják hozni a gyerekeket, és akkor 4:00-5, amikor jönnek értük, és mondom, mindig egy-egy kirándulásos nap van, tehát ott előfordulhat csúszás, de akkor értesítjük a szülőket, hogy akkor nem 5:30 körül, hanem 5:45 körül jöhetnek a gyerekekért. Egy összegzés? Hát bízunk benne, hogy az érdeklődés megmarad, és jövőre is találkozunk legalább ugyanilyen számú gyereksereggel, hiszen vannak visszatérő látogatóink, tehát 5 éven keresztül azért itt figyelemmel kísértük a gyerekeket, ahogy nőnek, ahogy cseperednek. Hát biztos, hogy lesznek olyan gyerekek, akik már kinőnek ebből a táborból, a táborozásból, de mindig jó szívvel gondolnak vissza ránk. És akkor bemutatok 2 táborlakót, neveket szeretnék. Én Zsíros Emma vagyok. Kész a Hajdaléka. Úgy tudom, ti barátnők vagytok, visszatérő vendégek vagytok itt a táborban, vagy most ez az első? Visszatérő vendégek vagyunk. Mióta? Hát... Szósac. 2 éve, 3 éve, 5 éve? Szerintem. 3, nem tudom. De régóta. Milyen táborok azok tartalmilag, amilyen részt vesztek? Hát mit csináltok itt a táborokban? A könyvtáros múzeumos, vagy inkább itt a taliházos rész az, ami jobban tetszik? Hát most csak itt a taliházban leszünk, és itt kézműveskedünk meg, kirándulgatunk. Mikor kezdődött a tábor? Hétfőn. És már most ugye kedv van, tehát akkor tele vagytok élményekkel. Mi volt az a program eddig, amire azt mondtátok, hogy tényleg jó volt? Hát a mostani kombányozás, az jó volt. Vezettetek kombányt? Igen. Te is? Vagyis hát nem vezettünk, csak benne ültünk. Milyen élmény volt olyan magasból látni, hogy miből lesz a kenyér? Hát fura, meg jó volt, ahogy így bedarálja. Lányok, ha most nem lennétek táborban, mit csinálnátok otthon, azon ki vagy unatkoznátok? Telefonoznék. Nagyon jó elfoglaltság, Emma? Telefonoznék, és elmennék mamához. Mit terveztek a nyár további részére, hiszen pénteken vége a tábornak? Hát majd ketten fogunk meg a szüleink elmenni nyaralni, meg a családdal. Tehát akkor továbbra is együtt. Igen. Jól van, köszönöm szépen, érezzétek jól magatokat. Örülök, hogy rendelkezésünk álltatok.